Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, szép jó estét kívánok. Nagy szeretettel köszöntöm önöket, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre az eseményre. Nyugat-Dunántúl azt gondolom az a legjobb reményem, hogyha a mai estét úgy tudjuk együtt ebben a méltó helyszínen, mint kultúrabarátok, művészetbarátok, irodalombarátok és nem utolsó sorban a turizmusnak a barátai, és ennek okán engedjék meg nekem, hogy kicsit a marketinges bőréből kibújva egy másik művészeti ágat, a filmes művészeti ágat is segítségül hívva mutassam be a régiót egy kiránduláson, északtól délig kérem, a filmek mentén tartsanak velem. Első helyszínünk Mosonmagyaróvár, a Mosonmagyaróvári vár. Itt forgatta Zsózséva, Ötvös József, a Falu jegyzője című regényéből készült filmváltozatot. Ugye a regény igazából a Tisza mentén játszódik, egy olyan helyen, ahonnan látszódnak a tokai hegyek. Hát Mosonmagyaróváról elég jó szem, vagy látcső kéne ahhoz, hogy lássuk a tokai hegyeket, de Mosonmagyaróvár nagyon jól el tudta játszani ezt a helyszínt. A Mosonmagyaróvári vár nagyon jó helyszínt biztosított ennek a filmnek. Ja, a regény nagyon érdekes, azt mondják az első olyan, ami a magyar társadalom problémáival, rétegeivel foglalkozik. Nagyon sok beszélő nevet adott nekünk, a nyúzó főbíróról beszélünk, vagy pedig macskaházi ügyvédről, és igazán kiváló szereposztás mellett kitűnő szórakozást nyújtott mind a könyv, mind pedig a regény is. Szigetközbe haladunk tovább. A Szigetköz el tudta játszani Napóleon szinte összes csatáját. A közelmúltban forgattak itt Christian Clavier és Gérard Depardieu főszereplésével Napóleon tévésorozatot, és azokat a csatákat, amelyek Napóleon szerte Európában megívott a kiváló magyar lovas közreműködőkkel, a Szigetköz térségében vették fel és forgatták. A képen a főszereplő Napóleon mellett Stoll András magyar színész játssza a hadnagyot, aki várja a tábornok utasításait. Haladunk tovább Győrbe, Győr a közelmúltban pedig Berlinné változott. A város utcáin kinőtt a berlini fal őrtornyokkal, táblákkal, az egykori keletnémet címerrel különböző táblákkal. Itt pedig az történt, hogy egy amerikai produkcióban, a Missionary című HBO produkcióban a győri belvárosnak, a Győr városának sikerült Berlint eljátszania. Fertődre haladunk tovább, ahol termi a magyar Versailles-ban, ahol természetesen szintén nagyon sok filmet forgattak. A jobb oldali képen a John Adams amerikai angol filmnek a fotója látható. John Adams Amerika első alelnöke és második elnöke volt, és az ő életútját bemutató filmben is szerepet játszott a Fertődi Eszterházi kastély, természetesen a franciaországi Versailles kastélyt játszotta nagyon élethűen. A másik fotón pedig egy holland tévésorozatnak a kulisszái, statisztái szereplői láthatók. A holland királyi ház történelmét feldolgozó sorozatban a Fertődi kastély Nagyszentgyörgyi kastéllyal együtt sikeresen eljátszotta és bemutatta a holland királyi házat, az ő tartózkodási helyüket. Fertőrákosra haladunk tovább, a Fertőrákosi kőfejtőbe, ahol talán az egyik legismertebb magyar film, a Kőszívű ember fiai kulcsjelenetei játszódnak. A Fertőrákosi kőfejtőben vonulnak a lovasok, az egyik legismertebb kiadás címlapjára is a Fertőrákosi kőfejtő került. Jókai Mornak ez a regénye, sokan ugye nem szeretik annyira, mert kötelező olvasmány volt, de rendkívül szórakoztató Talléroszi Zebulonnal és a többi szereplővel, de a filmfeldolgozás ebben a kiváló szereposztásban, amivel ez a film játszódott, és a Fertőrákosi kőfejtői kulisszákkal azt gondolom, hogy kitűnő szórakozás. Haladunk tovább, még a Kőszívű ember fiaiból egy kép a bal oldalon, az Irodkő Naturpark Bozsok Sibrik kastélyban járunk, itt forgott a Kőszívű ember fiai is, és forgott Mikszáth Különös házassága is ebben a kastélyban, ebben a kulisszák mögött. Ugye nagyon érdekes, hogy Jókai Mór és Mikszáth Kálmán is történelmi regényekhez szívesen nyúlt. Jókai Mór mindig a magyarság nagy sorsfordulókhoz, csatákhoz, eseményekhez kötötte az egyes családok sorsát, mint a Kőszívű ember fiaiban 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz. Mikszáth jobban szerette az ilyen kis családi drámákat, megéléseket, bár a sorsfordító eseményhez a házasság is nagyon közel van. A Különös házasságot forgatták itt, ugye ez a Butler gróf és Dőri bárónak a
összeütközésének a története. A regény helyszíne szerint Röszkén játszódik, de a Bozsoknak, az Irotkön Naturparknak, Kőszeg környékének kiválóan sikerült bemutatnia ezt a részt is. Kőszeg felé haladunk tovább. A kőszegi főtér belváros igazából egy ékszerdoboz, elhangzott itt már többször, de nyugodtan használhatom ezt a szót újra talán ebben a vonatkozásban, hiszen rengeteg kacskaringós utcával, gyönyörű arányokkal, harmóniával rendelkezik. Nem csoda, hogy nagyon sok film megtalálta ezt a helyszínt. Itt a jobboldali képen a Jókai művéből készült nagy egyedi két fűzfa forgatása látható, vagy abban a filmben egy jelenet, de számos más filmben is játszott. Például a most készülő Kossuth Kiflin-ben is sok más magyar várossal együtt, Kőszeg ebben a részben, a Kossuth Kiflin-ben Érsekújvár főterét jeleníti majd meg. Haladunk tovább, Celdömölk és a Sághegy, egy amerikai szuperprodukció, nem elég nekünk a könyvek világa, a meglevő és létező városok, hanem egy igazi fantasy film, az Eragon amerikai produkciónak a forgatása, egy része, nagy része is nálunk készült a Sághegy kráterében. Az amerikai filmesek egy igazi diszletváros támadtak meg ebbe a kráterbe, és hogy nem tudom mennyire ismerik, az Eragon talál egy később kiderül, hogy sárkánytojást is lesz egy sárkánya, és a sárkány kiválóan repkedik a Sághegy és a Celdömölki mezők fölött ebben a filmben. Sopronhoz érkeztünk, talán a régióból az a helyszín, ahol a legtöbb magyar és külföldi film készült. Elég a Hidemberről beszélni, vagy akár a Háromszagbólegényről, vagy a Eszterházi művéből, a 17 hattyúkból készített film is Sopron mellett Fertőtavon játszódnak a egyes kulcsjelenetei. Most két olyan filmet választottam, amikor Sopron más várost játszódik, egyrészt el tudja játszani Bécset, 1824 a felirat, Bécs 1824 a felirat a képen a soproni Kecsketemplommal, főtérrel és Szentháromságszoborral. Ez a Beethoven árnyékában című filmről készült, Copying Beethoven az eredeti címe, arról szól, hogy egy fiatal hölgy Beethovent, aki már közeledik az élete végéhez, már a hallása és egyéb dolgai sem működnek igazából jól, és segít neki kottázni, rendbe rakni a darabjait, ebből az együttműködésből születik a 9. szimfónia. Bécsben ezt az együttműködést mutatja be, a másik kép pedig Dostojevszki a Játékos című filméből. Való, itt Sopron Szentpétervárt játsza Dostojevszki idejében. Ez egy olyan feldolgozás Dostojevszki Játékos című könyvének, művének, amikor párhuzamosan fut az élő, az író életrajza és a játékos története, regény története maga, és ebben a részben a szentpétervári részek Sopronban kerültek forgatásra, Sopronban kerültek bemutatásra. Tehát nagyon jók vagyunk, látszik minden, el tudunk játszani mindent, Berlint, régi magyar városokat, falvakat, Szentpétervárt, Bécset, és hosszan sorolhatnám, a Nyugat-Dunántúl miről is szól, milyen kulisszák is vannak. De nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az az, hogy ez egy igazi, autentikus helyszín, az az erőt adó régió, ahol a test, lélek és szellem feludulhat, megújulhat. Kérem, engedjék meg, hogy a ma este is ünnepelt Körte óriást, régiunk szülöttét és régiunkba sokat tartózkodó Vörös Sándort hívjam segítségül ennek a dolognak az elmagyarázásához. Sokszor megyek Szombathelyre, gondjaimtól Szabadhelyre, és mellette Oladra békességen fogadva, sűrű fákhoz támonban, elmerülök álomban, és ha vágyom völgyre, hegyre, tovább utazom Kőszegre, végtére, hazatérek Csöngére. Hát ez az a hely, ahol a megnyugvást, a pihenést, a feloldódást lehet falvakban, városokban találni, különböző arborétumban, mint Kámonban, az erdőben, és ez az a hely a gyógyfürdőivel, ahol megújulhat a test, a lélek és a szellem.